következő versenyzőnk Aono Exorcistból lesz. Ki szereti ezeket a démoni kreket? Ugye a kedvencem Virgil... A bromance az egy másik kategória gyerekek, de jó egyébként. A Virgil Dante is egy nagyon gyönyörűséges dolog. De ők még kis pici démonok, ők még tanulnak. Úgyhogy érettségire készülnek. A következő versenyzőnk Ivárika, érettségi időszak az Igazkereszt Akadémián. De igazán szólottál volna, hogy ma már vizsga van. Korábban kértem volna meg minden. Nem haragszom rám, csak hát tudod, nagyban meghatározza a jövőmet ez a vizsga. Meg jó, hogy egész héten keményen tanultam. Mert ezt, ahol nagyon húzósat kérdeznek. Hány éves a kapitány, vagy mennyit bír el egy töketlen fecske, vagy mikor lesz vége a One Piece-nek? Igaz, hogy csak kihúzom magam, elvégre én lennék az ördögűző tagozat értanulója, vagy mi? Kamás nem, bevetem így egy 15 éves férfiúi bájaimat. Ez nem működik. Mephisto tanár úr külön szalag, de ez nem biztosítja, hogy pervers is. Húha! Na és mi van, ha nem működik az évszó? Nem akarok ideig fajulni, de ha minden kötél szakad, lehet határozottabb módszerhez kell nyúlnom. Elvégre egy férfi szívéhez a legrövidebb út az 5. és 6. borda között vezet. Persze, sosajnálnak vele békén. Mind nem szabad fizikai párbajra hívni a tanáraidat, az erőszak nem megoldás. Ha máshogy nem megy. Jó, de nem is így van a mondás. Egy férfi szív, ez a legrövidebb út, a hasán át vezet. Ez az. Belegyek, és még tételhúzás előtt leteszek elé egy olyan igazi okumra féle epres tortát, akkor meg csak mellett pofája megbuktatni. Minek szórakozok, ráérek még. A sátán megvárja, hogy békében legyőzzem majd valamikor, hát hova siessek. Nem én, ha bármikor elérni egy szívroham. Lenne jó dolgom is mondjuk dögleni a kanapén. Vagy betanítani Marék szitakötőt egy csodaszép keringőre. És ezzel kenyőmors a palotát építeni a hangyáknak. Akkor gyűjteni a mókusokkal. Együtt lőni a fűvel.